Önök a hírhetet, az MTN Televízió hírműsorát látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kiemelt híreinkkel kezdünk. Miskolc után a Debreceni Egyetemmel is tárgyalna az új helyi testület a helyben zajló felsőoktatás kiterjesztéséről. 5 perc a látásért. Az országban másodikként Sárospatakon vezették be a lézeres szemműtéteket az egynapos ellátás részeként. Elszármazottak találkozója Füzérradványon, Dereje főző versennyel egybekötve. Rendkívüli ülést tartott Sátorajóújhely képviselőtestülete, amelyen három fontos, a települést érintő kérdésben döntöttek. Az ipari park energetikai fejlesztéséhez felvett hitel kapcsán a költségvetést módosították. Módosították a Miskolci Egyetemmel a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ működésére vonatkozó megállapodást, és javaslat született a Debreceni Egyetemmel hasonló megállapodás megkötésére. A Viszmajor pályázat benyújtásáról szóló pozitív döntést pedig a július végén a nagy esőzések okozta károk indokolták. Sátorajóújhely képviselőtestülete már korábban döntött arról, hogy fejlesztési hitel felvételének segítségével valósítja meg az ipari park villamos hálózatának bővítését. A felvett hitel összegét a költségvetésben is fel kell tüntetni, így az ehhez kapcsolódó költségvetési rendelet módosításáról szavaztak a városvezetők rendkívüli ülésen. Az önkormányzat benyújtott egy az ipari park energetikai rendszerének fejlesztésére irányuló pályázatot, azonban döntés még nem született, de a munkálatok már folynak. Ezért vált szükségessé a kölcsönfelvétele. Az önkormányzatnak egy vállalása van, ami a pályázat elnyerése után kb. 120 millió forint értékben rendelkezésre áll. Ennyit kell nekünk beletenni ebbe a fejlesztésbe, amivel nem lenne bajunk, ha már meg lenne nyerve a pályázat. Mégis a munka elindult, ezt a pénzt pedig meg kell előlegeznünk, ezért hitelt kell fölvennünk, és arra kell törekednünk, hogy elő tudjuk finanszírozni a munkát, ezáltal pedig a későbbi fejlesztéseknek, a későbbi munkahelynevelő beruházásoknak semmilyen akadálya nincs. Ezen ülésen döntött a képviselőtestület a Miskolci Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás módosításáról, valamint a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban egészségügyi képzésre irányuló megállapodás megkötéséről a Debreceni Egyetemmel. Mint köztudott, a következő tanévtől indulna felsőfokú képzés Sátoraljaújhelyben, műszaki mérnöki, illetve diplomás ápoló szakon. Ez utóbbihoz azonban nem rendelkezik akkreditációval a Miskolci intézmény. Ezért kereste meg a Debreceni Egyetemet a város vezetése. Nem akartunk, és nem akar a Miskolci Egyetem sem lemaradni a vállalásától, ezért egy másik és egyébként akkreditált szakot javasolt elindítani, ez pedig a védőnői szak. Azt gondoljuk, hogy fölmérjük az igényeket, és ha van rá lehetőség, akkor mindkét szakkal, és természetesen a gépészmérnöki szakkal elindulunk új helyben. A július 29-én lehullott nagy mennyiségű csapadékvíz több utcában okozott károkat, de hidakat és önkormányzati tulajdonú épületeket is megrongált. A károk enyhítésére a település Viszmajor pályázatot nyújt be. Több mint 100 millió forint az összeg, ami a teljes helyreállításhoz szükséges lenne. Ezért a hagyományos módon Viszmajor pályázatot adtunk be, és 10% önerővel, vállalással próbáljuk meg ezt a szükséges helyreállításhoz szükséges pénzt megteremteni, erőteremteni. Nem lesz könnyű a dolgunk, hiszen a nagy esőzések idején keletkezett károk nem csak nálunk mutatkoztak meg, hanem Észak-Magyarországon, sőt Dunántúlon is, de mégis abban bízom, ha nem is a teljes összeget, de legalább egy részét megkapjuk, hiszen olyan útszakaszok vannak, különösen a város felső részében, amelyek nem járhatóak, még mai napig sem. A város polgármestere ezen napi rendi pont kapcsán adott tájékoztatást arról, hogy az önkormányzat 1 milliárd forint értékű derogációs pályázatot nyújtott be, melynek segítségével többek között a vegyes rendszerű csapadék és szennyvíz elvezetők szétválasztását valósítanák meg. Az országban is egyedülálló az a lézeres technológia, amelyet szemműtétekhez használnak Sárospatakon. A rendelőintézetben újként bevezetett eljárásnak köszönhetően a nyitott szemműtétek helyett már egy egyszerű,
pár másodpercig tartó beavatkozást végeznek a szakorvosok. Az egynapos sebészethez tartozó eljárás szemészeti vizsgálat után előjegyzés alapján érhető el. A lézerfény úgy megy át a szem egyes rétegein, hogy csak egy bizonyos helyen koncentrálódik, és ott jön létre a hatás, ez egy vaporizáló hatás. És ezáltal tudja átvágni ott a szöveteket. Ez a utóhályok bemetszésének a lényege ezzel a képpel. A Sárospataki rendelő intézet sorra kínál újabb és újabb egészségügyi ellátást a térségben, és sokszor az azon kívül élő betegek számára is. Ezek között olyan szakrendelések szerepelnek, amelyekért távolabb kellene utazniuk a betegeknek. Legutóbb egy az országban is egyedülálló szemműtéti eljárást vezettek be, ami már a lézer technológián alapszik. Az egynapos sebészeti ellátáson belül van a szemészeti szakmánk, ami már folyamatosan működik, és itt elsősorban szürkehályog műtétek történtek, és szeretünk volna erőre lépni, és olyan műtéti technológiát lehozni Sárospatakra, illetve a környező lakosság ellátását olyan szinten javítani, ami még kivételes Magyarországon, hiszen Sárospatakon kívül ilyen műtéti lézer egyedül Győrben található rajtunk kívül, ami lehetőséget biztosít arra, hogy már nem nyitott szemműtéteken keresztül történik például a szemnyomás csökkentése, vagy az utóhályagok kezelése, hanem egy lézer technológiával, ami egy néhány perces beavatkozás és egy-két órás megfigyelés után a beteg az otthonába távozhat. Az új szemműtéti eljárást három szakorvos végzi a rendelőintézetben. Dr. Tornai Ildikó, dr. Okos Mária szemészek és dr. Bagoly Emese szemészfőorvos. A műszer használatához szükséges ismeretek elsajátítása esetükben már évek ezelőtt megtörtént. Az egyik, ami a legfontosabb, a hátsó toknak az átvágása utóhályog esetében, ezt úgy hívjuk, hogy kapszulotómia, a másik a zöldhályogos roham után, vagyis zöldhályogos betegeknek a szivárvány hátján ilyen kis lyukakat képez ez a lézergép, ezt úgy hívjuk, hogy iridotómia. Tulajdonképpen eddig is voltak olyan lézerek Magyarországon és a világon is természetesen, amiket ezeket a műveleteket elvégezték. Na most ez a mi gépünk egy kicsit többet tud, és nekünk ez a nagy örömünk. Eddig az üvegtestet, ami a szem hátsó részébe található, a lézerrel nem tudtuk elérni. Most ezzel az új megvilágítási rendszerrel és a különböző optikai tükrök behelyezésével ez biztosítva van. Tehát az üvegtestben levő úszkáló homályok kötegeket is el tudjuk távolítani. A műtéti eljárások többséget támogatott, így azt térítésmentesen vehetik igénybe a betegek. Az elmúlt hétvégén rendezték meg Fűzérradványban az elszármazottak találkozóját és a negyedik Dereje főzőversenyt. A Fűzérradványért alapítvány és a település önkormányzata által szervezett kétnapos eseményen avatták fel az égbe kiáltó gyökeret nevet viselő szobrot, és szlovák-magyar együttműködési megállapodást írt alá a hegyközi település és a felvidéki Rozgony község polgármestere. Lekváros, túrós, krumplis tésztából, vagy sima, gyúrat tésztából készített. Többféle változata ismert a Derejének. A hegyközi Fűzérradványban immár negyedik alkalommal rendezték meg a Dereje főző versenyt, melyen idén is szorgos kezek készítették az ételt más-más változatokban. A gasztronómiai eseményt összekötötték a Fűzérradványból elszármazottak találkozójával. A község polgármestere a rendezvény megnyitóján arról beszélt, hogy a jeles alkalom során a hazatérőknek szeretnék megmutatni azokat a fejlesztéseket, melyeket az elmúlt évek során hajtottak végre a településen. Az esemény keretében köttetett meg Fűzérradvány és a felvidéki Rozgony önkormányzatai között az a szlovák-magyar együttműködési megállapodás, mely lehetőséget teremthet a jövőben a további gazdasági és kulturális növekedésre. Kulturális és egyéb olyan gazdasági területen szeretnénk együttműködni, amely előbbre viszi azt, hogy a település még szebb, még jobb közérzetet biztosító helyé váljon. Tudjunk a vendégeknek olyan naprakész produkciókat adni, olyan naprakész programokat, szórakozást, és hát az lenne a cél, hogy a Fűzérradvány Károly kastélyban ugye éves szinten 25 ezer látogató, a regisztrált látogató, hogy ebből itt tudnánk tartani azokat az embereket, amelyek hát tényleg a hegyközben szeretnék eltölteni szabadidejüket, szabadságukat.
Természetesen azért vannak itt lengyel barátaink is, hogy ez az együttműködés ez még jobban szélesedjen, és folyamatban van ez Erdély és Kárpátalja irányába is. Az együttműködési minden megállapodás megkötése kapcsán a Vaud Zemplén országgyűlési képviselője az Európai Ügyek Bizottságának elnöke hangsúlyozta. Az Európai Unió országaiban nem csak magas szintű politikai együttműködések szükségesek, hanem az önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, egyházaknak is együtt kell gondolkodniuk, munkálkodniuk. Mi adjuk a népet, a választópolgárokat odaát, ideát, mindenütt. És azért fontos, hogy érezzük, hogy együtt erősebbek vagyunk. Mi sokat szenvedtünk az elmúlt 50 évben vagy 100 évben, a történelem sokszor keresztül ment rajtunk az első nagy háború, a második háború, 56, stb. De itt vagyunk, élünk. És ezért nyújtunk baráti jobbot más önkormányzatoknak, hogy érezzék ők is, hogy bár a határ most már légnemű, de mégiscsak a nyelv sokszor elválaszt bennünket. De mégis egyek vagyunk. Ezen alkalommal avatták fel azt az égbe kiáltó gyökerek címet viselő szobrot is, melyet a Dunai Nemzetközi Alkotótábor Fűzérradványban rendezett 20. fafaragó táborában készítettek el a művészek. Kihirdették a főzőverseny eredményét is, melynek során kiderült a zsűri értékelése alapján az Őszi Rózsák csapata készítette a legízletesebb, legmutatósabb derejét. A programsorozat második napján a Karosi Lovas Hagyományőrző Egyesület jóvoltából lovasi jazzbemutató volt látható, valamint élő zenei koncertet adott a népzenére építkező Motiva zenekar. Sport, játékok, szórakozás az egész család számára. Ez a célja a Sárospataki Plasztik Egyesületnek, akik már negyedik alkalommal tartották meg családi napjukat a vízikapunál. Ez alkalommal régi idők játékai és zenéi voltak a főszerepben. Negyedik alkalommal tartott családi napot a Sárospataki Plasztik Kulturális Szabadidő és Sportegyesület. Az Ültess Jövőt nevű programnak a legfontosabb célkitűzése a közösség építése, amelyhez ők a játékos szórakoztató formát választották. Mind a mellett, hogy a színpadon gyermekeknek és felnőtteknek szóló műsorok, illetve az Egyesület mazsore csoportjainak bemutatója látható, minden korosztályt próbáltunk megcélozni, természetesen a régi hagyományainkat megtartva a régi idők akadályversenyét újfent megszerveztük, illetve a mozgolódókot, ahol ügyességi feladatokat hajtatnak végre, a gyerekek tiketeket kapnak cserébe, ezeket a tiketeket beválthatják, ezért pedig ajándékokat kapnak. A legfontosabb, hogy innen senki nem megy haza üres kézzel. Ezen kívül volt még ugrálóvár, ijánszkodási és sportolási lehetőség, valamint taktoborzás a mazsorettek közé. A gyerkőcökkel érkező szülők, nagyszülők pedig egészségügyi szűrésen is részt vehettek. És most először rajzversenyt itt szerveztünk, hát a szlogán az adott az Ültess Jövőt, hiszen ez a rendezvény címe is. Minden kategóriában első három helyezettet jutalmazunk, illetve a karszalagok is sorsoláson vesznek részt. Tehát tényleg üres kézzel nem megy haza senki, és plusz még óriás buborékozás is folyik a mai nap folyamán, úgyhogy megpróbáltunk széleskörű programokat biztosítani. Nem csak a játékok voltak a régi időkre jellemzőek, a délután fellépői is, hiszen a színpadon a 90-es évek slágereinek egyik gyárosai az Unisex együttes voltak hallhatók. A forgalomirányítás, vagyis a jelzőőri feladatok szakszerű ellátása érdekében szervezett továbbképzést a térségben élő polgárőrök számára a Sárospataki Polgárőr Egyesület. Közel 30 polgárőr elméletben és gyakorlatban is elsajátította azokat az ismereteket, amelyek szükségesek, hogy a forgalom irányítást biztonságosan és hatékonyan tudják végrehajtani. A polgárőrök önkéntes segítő munkája több esetben baleseteknél, rendezvényeknél szükséges forgalom elterelésben is megnyilvánul. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy azt hatékonyan, biztonságosan és szakszerűen tudják elvégezni az éppen szolgálatot teljesítő polgárőrök.
A Sárospataki Polgárőr Egyesület ebben a témában szervezett továbbképzést a térségben található egyesületek számára. Sokan azt hiszik, hogy legyintéssel intézik, hogy jelzői feladat, ezt elintézzük, de nem így van. Hatalmas felelősséggel jár, és az országos országos rendőrkapitány megkérte a polgárőrséget, vetőit, hogy szervezzenek ilyen tanfolyamot és vizsgát, mert ez szükséges, nagyon sok probléma arról eddig a működés során, hogy egységesig eltenni minden egyesületnél a jelzői feladatokat. És most Sárospatakon, a Sárospataki járásban működő egyesületek vesznek részt, kibővítve a hegyközi egyesületekkel. A KRESZ ismeretek felfrissítése, karjelzések szakszerű mozdulatai, a jelzőőri megjelenés feltételei többek között ezekben a témákban kaptak fontos ismereteket a jelenlévők. Az oktatásban a Sárospataki Rendőrkapitányság működött közre. A Sárospataki Rendőrkapitányság és a járás területén működő polgárőr egyesületek között kiváló munkakapcsolat van. És úgy gondolom, hogy egy ilyen képzéssel még közelebb hozzuk egymáshoz a beosztottainkat, a kollégáinkat, és akkor, amikor gyakorlati képzéssel tudjuk megmutatni nekik, hogy mi az, ami a rendőrszakma szabályai szerint, például egy gépjármű megállításnál fontos, mind balesetbiztonsági, mind személybiztonsági szempontokból a szakszerűség mentén, úgy gondolom, hogy ez előrébb tudja vinni a kapcsolatokat, mind a személyeseket, és mind a szervezetek köztit. Én azt hiszem, ez egy olyan szervezet a városon, meg egy olyan civil szervezet, amelynek most már elengedhetetlen létjogosultsága. Az elmúlt több mint 10 évben bizonyította azt, hogy a lakosság igen komolyan számíthat erre a szervezetre. Ez egy része annak köszönhető, hogy igen komolyan végzik a munkájukat, tehát az, amit felvállaltak, a lakosság segítése, a közbiztonsági rend védelme, ezt valóban teljesítik is. És most már megszokták a lakosok azt, hogy számíthatnak rájuk. Tehát van bármilyen esetben nyugodtan hívhatják a polgárőrséget, minden szempontból valamilyen segítséget tudnak nyújtani. A polgárőröknek a továbbképzés részeként vizsgát is kellett tenniük. Koncertek és nemzetiségi főzőverseny színesítette a Roma Családi Nap programját. A Városligetben rendezett eseményt a Sátoraljaújhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezte az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával és önerő felhasználásával. A rendezvény célja volt többek között bemutatni a cigányság hagyományait. A Horváth Family volt az egyik fellépője annak a családi napnak, melyet a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezett a sátoraljaújhelyi romák számára. Utoljára 8 évvel ezelőtt rendeztek hasonló kulturális programot a cigányok részére a városban. A Nemzetiségi Önkormányzat most az eseménnyel azt szerette volna bemutatni, hogy milyen hagyományok élnek még az újhelyi romák körében. Ezen a rendezvényen először is a Roma Kimi Tudom benevezett fellépőket hívtuk el, akik Miskolcon a megyei Roma Kimi Tudon elég szép eredményt értek el. Igaz, hogy első helyezést nem értünk, de a második, harmadik helyezést elhoztuk. Az első helyezést nem sikerült, de reméljük azt is legközelebb, valamint van a hagyományőrző cigánytánc együttesnek egy pár tagja lépett föl, aki a Lakatos Tibi és Márton Mihály emlékére így köszöntötték az előző turnusban volt képviselőtársainkat, és Szlovákiából, testvérvárosból volt itt egy szlovák zenekar, aki úgy szintén szórakoztatta az itt lévő közönségeket, valamint most látható Horváth Family, aki még Sátoraljaújhelyben itt nem járt. A családi nap programját Roma Nemzetiségi Főzőverseny is színesítette. Több üstben készültek a hagyományos cigány ételek. A bodalka vakaró sütéséről, ezek a jó lecsós hússal, vagy volt olyan kaja, amit azért végül is nem csak romák kóstoltak, hanem a Újhely lakosságából is, akik szeretnék megismerni a kultúránkat, és ezzel is szeretnénk elősegíteni azt, hogy megismerjék a kultúránkat, és hogy mi is a társadalom olyan része és tagjai szeretnénk lenni, akiknek vannak hagyományai, és ezt őrizni, ápolni szeretnék. A sátoraljaújhelyi romák közül sokan őrzik még a cigányság hagyományait, legyen szó kultúráról vagy gasztronómiáról. A családi nap arra is alkalmas volt, hogy azok a fiatalok, akik eddig még nem kapcsolódtak be a hagyományőrzésbe, megismerjék és a későbbiekben őrizzék, és ők is továbbadják
a ma élő hagyományokat. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szeretne hagyományt teremteni a családi nap megrendezésében. Végül főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Miskolc után a Debreceni Egyetemmel is tárgyalna az új helyi testület a helyben zajló felsőoktatás kiterjesztéséről. 5 perc a látásért. Az országban másodikként Sárospatakon vezették be a lézeres szemműtéteket az egynapos ellátás részeként. Elszármazottak találkozója Füzér Radványon, derélyefőző versennyel egybekötve. Kedves nézőink, Önök az MTN Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Friss hírekkel legközelebb péntek este 7 órakor várjuk Önöket. Tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!